Sziasztok! Boldog új évet kívánok nektek a 2021-es év első videójával. Továbbra is célom, hogy átadjam nektek a hulladékmentes életmód hangulatát, szépségeit, hogy lássátok, mennyire egyszerű ötletekkel lehet az otthonotokat fenntarthatóbbá varázsolni. A héten egyik nap hajnalban ébredtem, és egyre csak pörögtek a gondolataim. Valahogy elkapott a vágy, hogy a régi, használtan vásárolt lendvászon terítőimmel kellene kezdeni valamit. Ezúttal is, mint már oly sokszor korábban, az internetet hívtam segítségül, különböző ötleteket keresgéltem rajta. Ezekkel a régi lendvászon terítőkkel nekem az az egyetlen problémám van, hogy a méretük sehogy sem stimmel az asztalunkra. Első lépésként két terítőt összevartam, hogy jó legyen a mérete. Az egyik kicsit sérült terítőt pedig feldaraboltam, és tányéralátéteket készítettem belőle. Ezeket a tányéralátéteket két réteg textilből készítem, az egyik oldala lendvászon, a másik oldala pedig egy gyapjú kender keverék textil, ami eredetileg Turiból beszerzett hordozókendő volt, amit kimondottan az anyaga miatt vásárolt meg anyukám. A tányéralátétek elkészítése nagyon egyszerű. A textileket méretre vágtam, én konkrétan 34 centiszer 42 centis darabokat vágtam ki, erre fordítva összevartam őket, majd kifordítottam és letűztem. A varrás után érdemes letisztázni az anyagnak a szélét, könnyebb lesz akkor cicakkal beszegni, és aztán szebben fog mutatni, amikor ki kell fordítani. Én a sarkokat levágtam, ennek az az értelme, hogy amikor kifordítottam a textilt, akkor szépen csücskösre ki lehetett igazítani a sarkokat, és így sokkal mutatósabb a végeredmény. A tányéralátét ebben az állapotában már majdnem készen van, még egy pár apróság hiányzik, hogy igazán mutatós legyen. Egy olló segítségével a sarkokat kiigazítottam, majd varrógéppel letűztem a tányéralátétet. Ezzel el is készült a tányéralátét. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon elégedett vagyok vele, nagyon hangulatos. A lakásunk egyébként is ilyen vidékies hangulatú, úgyhogy ezek a régi textilek nagyon jól passzolnak bele, úgyhogy már most imádom őket. A következő projekt egy edényalátét elkészítése lesz forró edényekhez. Vannak nekem edényalátéteim többféle, viszont olyan nincsen, amire egy nagyobb edényt is kényelmesen és biztonságosan rá tudok tenni. Ehhez olyan régi, megmaradt gyapjú filc anyagot használok, ami még a mosatópelenkás időszakból maradt meg. Két réteg vastagabb gyapjú filcet vágok ki egyforma méretre, hozzá megfelelő méretű lendvásznat, és a tányéralátétek elkészítéséhez hasonló módon varrom össze őket.
A régi lendvászon számomra egy nagyon értékes textil, így minden apró darabját próbálom felhasználni. Ebből a kis vékony csíkból levendulazsákot készítek, a még nyáron leszedett és megszárított levendulák részére. A ruhásszekrényben egy válfára akasztva a ruhák igazi finom levendula illatot fognak kapni általa. A karácsony elmúltával a karácsonyi dekorációkat a téli dekor váltja föl. Talán emlékeztek még pár héttel ezelőtti videómra, ahol az adventi koszorúnak az alapját, azt én magam készítettem szőlővenyigéből. Mivel igyekszem a textileknek minden darabját felhasználni, ezért ez a téli hangulatú koszorú is ennek mentén készült. Jeges hangulatú, téli színvilágú textileket vágtam csíkokra, és ezeket egyszerűen rákötöztem a venyige koszorúra. A függöny összekötéséhez pedig maradék lendvászon és csipke csíkokat használtam fel. Örülök, hogy velem voltatok, ha tetszett ez a videó, akkor megköszönöm, ha jelzitek ezt nekem egy lájkkal, ha pedig feliratkoztok a csatornámra, akkor biztosan nem fogtok lemaradni a következő videókról, és újabb ötletekkel lesztek gazdagabbak. Ha pedig kérdésetek van a hulladék nélküli életmóddal kapcsolatosan, akkor bátran tegyétek fel a videó alatt, és ne felejtsétek el, hogy a premier előadás alatt élőben is beszélgethetünk a videóval kapcsolatosan. Ha pedig szükségetek van egyéni tanácsadásra, akkor keressetek meg a honlapon keresztül, vagy nézzétek meg a Dobd ki a szemetes című könyvemet. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!